Jó estét, tisztelettel köszöntöm Önöket. Két vendéggel kezdjük mi is itt most rögtön az adást. A Szemlélek lap igazgatójával, Gégény Istvánnal. Jó estét kívánok, és Nagy Attila Tiborral, politikai elemzővel. Jó estét kívánok. Szervusztok. Van téma bőséggel, például beszélhetünk arról itt, amit rögtön felkínáltunk, rögtön mi is az elején, Orbán Balázs kapcsán, hogy azt mondta Gulyás Gergely, hogy ez az ügy le van zárva. Orbán Balázs ugye arról beszélt, hogy nekünk van tapasztalatunk az oroszokkal kapcsolatban, és hogy mi nem védekeztünk volna úgy, mint az ukránok. Hát ők azt szeretnék üzenni, hogy abban reménykednek, hogy lezáródott ez az ügy, azzal, hogy valószínűleg Orbán Viktor is helyre tette, hogy itt azért ő végül is csak kimondta, amit néhány napig nem sikerült kimondani, csak kerülgetni, hogy ez valamiféle hiba volt, hogy nem tudom mennyire pontosan idézem a mostani kormányinfót, hogy Orbán Balázs nem azt mondta, amit mondani akart, valami ilyesmi. Hát ugye ennek a műsornak Egyenes beszéd a címe, ez most minden, ami az Orbán Balázs megszólása körül zajlik, az szerintem távol van az Egyenes beszédtől, és ezt erősítette szerintem a kormányinfó. Ők azt szeretnék, hogy ez lezárt ügy legyen, szerintem nagyon komoly minimum tanulságai vannak, társadalmi tanulságai, következményei, hát Magyarországon élünk, szerintem azért sokkal több következménye most láthatóan a nyilvánosságban már nem lesz ennek az ügynek. Én ezt gondolom. Illetve hát valószínűleg egy karrierútban lehet valamiféle megakadás, mert hogy ugye változatlan marad a pozíciója, ez hangzott el ma a sajtón, tájékoztatón, a kormányinfón, de hát az hír lett a Karmelita felől, hogy ez a pozíció, ez változott volna, és miniszteri pozícióra tört Orbán Balázs korában. Igen, hát rebesgették, hogy külügyminiszter lenne. Hát erről most le kell mondani, hogy egy időre én attól tartok, tehát ezzel a tehertétellel nem igazán lehet Orbán Balázsból külügyminiszter, az nyílt provokáció lenne. Így is van elég gond a nyugati hatalmakkal, az Európai Bizottsággal, rettenetes üzenet lenne ezek után Orbán Balázs külügyminiszterré tenni, és örülhet, hogyha egyáltalán nem váltják le a politikai igazgatói tisztségéről. Ugye az ügy abból a szempontból van lezárva a kormány részéről, hogy Orbán Balázs nem rúgják ki. Tehát ez kiderült ma a kormányinfóból, viszont abból a szempontból meg nincs lezárva az ügy, hogy ez Magyar Péter számára teremt egy jó kínálkozó lehetőséget, hogy ezt a dolgot továbbra is napirenden tudja tartani. Magyar Péter némi malíciával jegyezte meg ma, hogy ez neki tulajdonképpen bizonyos szempontból segítség, mert ő valóban napirenden tudja tartani az Orbán Balázs ügyet. Október 5-én lesz egy tüntetés a közmédia épülete előtt. Ezen a tüntetésen is Magyar Péter, ha akarja, továbbra is napirenden tudja tartani az Orbán Balázs. Már ez nem erről szól, hanem a közmédia. Igen, nem, elvileg nem erről szól, sőt, ugye ez a szándék, hogy alapvetően nem az Orbán Balázs ügyről szól, de hát engem meglepne, hogyha Magyar Péter meg a társai úgy mellékszálon azért ne emlegetnék Orbán Balázst. Egyébként még annyit hadd tegyek ez hozzá, hogy kicsit furcsa volt Gulyás Gergely a kormányinfón. Nekem feltűnt az, hogy több kérdés, csak annyit tudott válaszolni, hogy kérdezzék meg ezt, kérdezzék meg azt. Erről én nem beszélek, kérdezzék meg ezt, azt, meg amazt. Tehát olyan... Visszasírod Lázár Jánost, aki viszont mindenről beszél szívesen? Hát igen, visszasírom. Egyébként is azoknak a kormányinfós hangulata, amíg Lázár János tartott, egészen más volt, és tőle aztán lehetett a legkínosabb, legkellemetlen, hogy úgy mondjam, az ő szempontjából legpocsékabb kérdéseket feltenni Orbán Viktor környezetének a gazdagodásától kezdve sok minden szóba kerülhetett, és ő becsületére legyen mondja, igyekezett ezeken válaszol. A kormányinfokon is szóba kerülhet, legfeljebb olyan választ kapunk, mint amilyet. De én azzal egyetértek, és ezért is emlékeztem az Egyenes beszédet, vagy annak a hiányát, hogy talán ez egy olyan értelme kivételes kormányinfó, nem csak a helyszínválasztás miatt, hanem azért is, mert olyan mondunk is valamit, meg nem is. Orbán Balázzsal kapcsolatban is, meg a szuverenitásvédelmi törvény körül kialakult most ugye jogi ügy kapcsán is a mindenféle ügy, amit érintettek gyakorlatilag, az ilyen volt sima fonák, itt a Besegergő ügy is előkerült, meg rengeteg dolog, és milyen információt tudtunk meg, mármint olyan, amitől mi el tudunk igazodni az életünkbe. Sok az ügy.
Sok az ügy, de kevés a konkrétum, a faktum, amire azt tudjuk mondani, hogy oké, akkor ez erre megy erre. Ma nem azt mondanám, hogy ez a kormány részéről az Orbán Balázs ügy le van zárva. Hát ennél többet még mit tudunk mondani? Ez a megjegyzésem, ez nem erre vonatkozott persze elsősorban, hanem hogy talán most egy kicsikét túl sok az ügy ahhoz képest, hogy 14 éve kormányoz egy garnitúra. Tehát nem vagyunk hozzászokva ahhoz, hogy folyamatosan, lényegében minden héten jön valami, ami érinti a kormányt és a kormány működését, és az abban a kormányban lévők működését. Kétségtelenül nem csillog úgy a kormányzati kommunikáció, mint a kegyelmi ügy előtt, de még a helyszínhez hadd kapcsolódjak egy kicsit, ugye Geszti Tisza kastély. Ugye ott élt, ugye Tisza Istvánhoz is kötődik, illetve, és az azért érdekes, mert Tisza István nagyon határozottan és keményen fellépett az ellenzékével szemben. És tekintettel arra, hogy Orbán Viktor szép beszédet mondott Tisza Istvánról, amikor felújították a Geszti kastélyt, és jó néhány évvel ezelőtt, amikor a parlament előtt a Tisza István szobrot felavatták, ott is beszédet mondott Orbán Viktor, a mostani miniszterelnök, a korabeli miniszterelnök, arról a korabeli miniszterelnökről mondott nagyon szép beszédeket, aki nagyon keményen időnként durván lépett fel a saját ellenzékével szemben. Volt olyan, hogy kivezettetett ellenzéki képviselőket a parlamentből. Most nem akarok az akkori vitában igazságot tenni, mert az akkori ellenzék is igencsak megérte a pénzét, szóval ők is tettek a helyzet eldurvulása érdekében, de az figyelemre méltó, hogy egy ellenzékkel szemben nagyon keményen fellépő korabeli miniszterelnököt méltat nem egyszer a mostani miniszterelnök. Hát ő azért a magyar történelemben nem csak fekete és nem csak fehér már, hogy Tisza, de elmennétek ti manapság kormányülést tartani a Tisza kastélyba? Hát igen, van ebben némi áthallás, de nekem egy sokkal nagyobb hiányérzetem van, hogy mi az, ami lehet, hogy csak én nem figyeltem, de mondhatnám, hogy egy zicser és nem jött elő sem a kormány tájékoztató kormányinfónak a tartói részéről, talán a kérdezők sem vetették föl, hogy előkerült magában a szuverenitásvédelmi hivatalnak az ügye, ott a 3x3-os volt 3x3-os tisztnek az ügye, előkerült az Orbán Balázs ügy, de ez a kettő nem tartozik össze? Tehát amit Orbán Balázs mondott, az Magyarország szuverenitásának egy súlyos minimum értelmezési megsértése. Nem lenne itt dolga egy normálisan működő szuverenitásvédelmi hivatal? Azt hittem a 3x3-as tiszt reaktiválására gondolsz, ami azt a szerintem egyértelmű az egy olyan dolog, amire egyébként vonatkozott is kérdés, de amikor valaki ilyesmit mond, és a miniszterelnök politikai igazgatója, ilyen címe van az Orbán Balázsnak, tehát a miniszterelnök politikai igazgatója gyakorlatilag arra tesz nagyon egyértelmű utalást, hogyha valakinek a helyében lenne, akkor vagy 56-ban nem úgy tett volna, hogy akkor nem kéne, ha valamiért a szuverenitás fontos Magyarországon, akkor itt vizsgálódni, lépéseket tenni, nem kéne ennek a hivatalnak javaslatot tenni a miniszter. Tudom, hogy nagyon naív vagy álnaív kérdésnek tűnik ez, de ez két ügy, ami feltételezett, hogy a szuverenitásvédelmi hivatal az egy valódi hivatal, amelynek valódi vizsgálódni valója van. Próbálok tehát úgy hozzáállni, hogy legitimé tennéd azt, hogy, nem, hogy ez a hivatal ez akkor létezik. Mondjuk ki, hogy akkor nem legitim ez a hivatal. De, bocsánat. Hát az Európai Unió ugye erről próbál beszélgetni, amikor perel a szolgálatot. De én szeretnék úgy hozzáállni, hogy csomó pénzt elköltünk most erre a hivatalra, nem tudom hány milliárd forintot, ne csak videók készüljenek arról, hogy most új ember csatlakozik hozzá, és ez mennyire kétségbe vonható, hanem hogy itt most egy súlyos dilemma merült föl. Rakjuk már helyre, hogy a szuverenitásvédelmi hivatalnak az a szerepe, hogy védje az Orbán kormányt, és hogy az Orbán kormánynak segítsen. Ne várjunk el olyat Lánci Tamástól, mint mondjuk a rókától, hogy ne egye meg a tyúkot. Hát a rókának az a feladata, hogy megegye a tyúkot. Hát Lánci Tamásnak is az a feladata, hogy megvédje a kormányt minden lehetséges eszközzel. Azt azért tanácsolnám magunknak, hogy ne legyünk ennyire negatívak a kormányinfó kapcsán, ugyanis voltak azért az elején tartalmi kérdések is, ami nekem feltűnt, hogy a fiatalokhoz próbál közeledni a kormány, amikor megemlítette, hogy most egy kicsit a fiatalok lakáshoz jutásával kapcsolatban majd kidolgoznak előterjesztést, hogy a munkáshitel is ugye arról szólna, hogy a szakmunkás is... Abból nem lesz lakás. Világos, csak mondom, hogy a kormány, mint hogyha
hangulatjavító intézkedéseket igyekszik azért jelezni, és most például a fiatalok felé megy, ugye a Medián korábban többször kimutatta, hogy a fiatalok körében eléggé rosszul áll a Fidesz, és most, hogy van egy veszélyes ellenfél, a Tisza párt, amik a fiatalok körében is igencsak előre tört, tehát a 45 év alattiak körében a Magyar Péter féle pár nagyon erős, hát ezt ellensúlyozik el azzal, hogy Gulyás Gergely a fiatalok számára húzza el a... Nézni, sajnos már nem vagyok fiatal, de olyan 40 éve hallgattam, hogy a fiatalok lakáshoz jutásával valamit kezdenie kell a mindenkori kormányzatnak. Az elmúlt 40 évben ez ügyben a világon semmit nem jött. Na jó, de bocsánat, a 20-valahány éveseknek ez a vicc még új. Ne rózsd el a hangulatokat. Hozzáteszem egyébként, hogy a hangulatjavító intézkedések is a Kádár korszakhoz idézik. Ez nem véletlenül, tudom ezt nem véletlenül használtam. Hadd hozzak szóba egy másik ügyet, mégpedig az Átlátszó által nyilvánosságra hozott kehi jelentést, ha már Magyar Pétert meg a fiatalokat említetted, nem hiszem, hogy a fiatalok kehi jelentéseket olvasnának, de annak ellenére az a Facebookon nagyon komoly vitát kavar a jelentés létténye, a léttének ténye és annak a tartalma is. És hát az látszik, hogy mint minden ügyben itt is ketté oszlik a társadalom és az ő véleménye. Az egyik oldal azt mondja, hogy teljesen mindegy, kit érdekel, az a lényeg, hogy váltsuk le Orbán Viktort és kormányát, a másik része azt mondja, hogy no, nem így van az. Mit gondoltok? Engem a tartalmi, mármint hogy jelentésben megfogalmazott állításoktól sokkal jobban érdekel, avagy foglalkoztat, és azért el is szomorít, az a sok nyilatkozat, ami ennek a jelentésnek a kapcsán talán indulhatunk a február környéki Magyar Péter partizános jelzése, hogy van egy ilyen vizsgálat, amiről kiderül, hogy csak ajánlat, nem is feljelentést, tehát össze-vissza magyarázkodás van, és most is úgy tűnik, azt mondom, az Átlátszó ezzel kezdi az egész lead, tehát a bevezető arról szól, hogy a fejlesztési bank is, meg a kormányzati ellenőrzési hivatal is, és Magyar Péter is milyen kijelentéseket tettek, és most, hogy megismerhetjük a teljes jelentésnek a tartalmát, ezek a kijelentések milyen viszonyban vannak a valósággal. Szóval nekem egy kicsit az igazmondásnak a problematikája merül föl, és akkor ez persze egy második kérdés az, hogy ha ez a jelentésben az szerepel, már pedig ez olvasható ki benne, hogy itt azért tényleg történtek úgymond visszaélések, túlárazások és hasonlók, és ezekről tudunk, akkor hol vannak a felelősök? A felelősöket létszik, kérjük számon. És, illetve, bocsáss meg, a kehi jelentés 2021-es. Most, ma arról értesülünk, hogy van egy, tegnap, hogy van egy rendőrségi vizsgálat a kehi jelentés kapcsán a Diákhitelközpont működése ügyében. Három év később. Minden. Ehhez az kellett, hogy Magyar Péter létrehozza a Tisza pártot? Hát nem csak, hogy létrehozza a Tisza pártot, de az is kellett, hogy megerősödjön a Tisza párt. De ideig miért nem zavarta a rendőrséget, a kehit, vagy bárkit, akinek ezzel hát dolga az, van, azért, ami le van írva a dokumentumokban? Azért nem zavarta szerintem, mert a rendőrség az nem politikamentesen működik Magyarországon, különösen érzékeny kérdésekben. Elhatároltál, jól hallottam? Nem, én csak azt mondom, hogy hú, micsoda kijelentések hangzanak ezen az asztalon. De szerintem, tehát én eleve nem hiszek a politikamentes rendőrségben, tehát szerintem nincs olyan ország, ahol teljesen politikamentesen tud működni a rendőrség, hiszen a központi költségvetés szabja meg a anyagi hatáskör a lehetőségét, de ezentúl Magyarországon a politika még inkább átitatja szerintem a rendőrséget, az igazságszolgáltatás, és valóban nagyon árulkodó, hogy most jut eszébe a hatóságoknak, hogy nyomozzanak. Hát, nem tudjuk, hogy mikor jutott eszébe, most kapunk hírt most arról, jó, most kapunk hírt, de van egy rendőrségi vizsgálat. Bocsánat, arról azért nem tudunk, hogy 2021-ben rögvest megindították volna a nyomozást. Egyébként lehet, hogy a fiatalok nem olvastak kehi jelentést, én ezt most megtettem, és való igaz, hogy a kehi jelentés végén nem javasolnak büntető feljelentést vagy nyomozást, hanem hát megállapítják, hogy vannak problémás dolgok. Egyébként Magyar Péternek szemmel láthatóan nem érdeke az, hogy pontról pontra cáfolja, vagy részben megerősítse ezt a dolgot, mert neki ez most már nem érdeke. De meddig válasz az, hogy Rogán?
Hát meg most hogy Hatházinak válaszolt. Mert most is az a válasz, hogy Rogán. Nem, hát Hatházi is azt mondja, hogy ő várja a válaszokat. Hát igen, de ő állítólag ezt már megkapta. Ugye mi nem voltunk a Hatházi Magyar Péter tárgyaláson. Egyébként nagyon érdekes, hogy most Hatházi Ákossal szemben barátságosabb a kormánymédia és a kormánysajtó. Ezt azért érdemes megfigyelni, hogy korábban Hatházi nagyon kemény személyeskedő támadások érték. Most, hogy Hatházi szembe került Magyar Péterre, most a Fideszek egy kicsit kedvesebb Az üléspont Hatházi. És az álláspont. Nekem ez a kehi jelentés és annak a nyilvánosságra hozatala, ezek a bizonyos dátumcsúszások és az ellentmondások azt üzenik, hogy vagy azt erősítik, hogy valami nagyon nem megy jól ebben az országban. Tehát mondhatjuk, hogy ki a felelős, meg ki, meg a rendőrség, meg akármi. Egy normális országban ilyen vagy nem fordul elő, mindaz, amit látunk magunkra, vagy ha előfordul, annak súlyos következményei vannak. Most mi a következmény, hogy itt beszélgetünk róla, meg bizonyos politikai csoportok felhasználják ezt a jelentés nyilvánosságra erre, a másik csoport meg arra, és jól lehet egymással kavarni, és egy nagy saláta lesz az egészből. Én azt szeretném elvárni a mindenkori vezetőitől az államnak, hogyha egy ilyen dolog kiderül, alaposan tárják föl, legyen következménye, mert ha nem, akkor mit üzenünk az állampolgártársaknak? Hát, hogyha ott fönt is lehet így kavarni össze-vissza, akkor a kis tikliknek is. Ugye ezt megint csak ismerjük egy másik korszakból, hogy haza lehetett vinni szép lassan zsebben a gyárat. Legyen már következménye a dolgoknak, ne legyünk már egy következmények nélküli ország. Nekem ezt üzeni az a jelentés. Gégény István, Nagy Attila, Tibor, köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönjük.